A gyertyafényes tánc nagy sikert aratott a kedd délelőtti ünnepségen. A Cédrus intézmény fogyatékkal élő fiataljai ezúttal egy mozgásos műsorszámmal készültek az adventi amatőr találkozóra. A bajai intézmények és alapítványok tagjai szívesen vesznek részt a közös munkában. Az Őz utcai otthon ellátottjai egy rövid színdarabot játszottak el. Három fenyő ott áll, és megvásárolják a másiktól egyik a néni. Az lesz a szerep. Az ünnepségen legnagyobb létszámmal a Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény képviselte magát. A kisebbek néptánccal és modern koreográfiával, míg a nagyobbak karácsonyi énekekkel álltak színpadra. A kicsik és a nagyok is fognak énekelni, mi a TNT karácsonyi, a Szent Karácsony, meg a Fehér Karácsonnyal készültünk. És mennyire volt nehéz ezt a dalt megtanulni? Annyira nem volt nehéz, sokat gyakoroltok, viszont egy-két hangot úgy, ahogy átbeszéltük, de amúgy jó volt, könnyen meg lehetett tanulni. A diákok szívesen szerepelnek, sőt a műsort is közösen állítják össze. A pedagógusok szerint a csapatmunka után pozitív élményekkel térnek haza a gyerekek. A Bajai Egyműben ilyen sok gyerekkel foglalkozó intézményben nálunk egy nagy falat a karácsony, hiszen nagyon sok gyerek van, sok csoport van, és hát készülünk a nagy ünnepre, illetve nagyon sok karácsonyi műsorra meghívnak bennünket, például erre is már évek óta, amióta megrendezik ezt a rendezvényt, mi mindig itt vagyunk. Intézmény egységenként 10-10 fővel jöttünk, tehát az óvodások, a készségfejlesztősök, tanulásban akadályozottak, szakiskolások, kollégisták mind-mind külön műsorral készültek erre a mai napra. Csubák Nébesesek Andrea, Zsigó Robert országgyűlési képviselő szavait tolmácsolva elmondta, a fogyatékkal élők elfogadásra, türelemre és együttérzésre tanítanak bennünket, ezért fontos, hogy mindenki láthassa az ő értékteremtő munkájukat. Mindenkinek fontos az, hogy közösségben legyen, mindenkinek fontos az, ahogy a cím is mutatja, hogy megmutassa, hogy mi van benne. Mi van a lelkükbe, a szívükbe, és hogy ezt megosszák velünk, megosszák azokkal, akik eljönnek, és megtisztelik a jelenlétükkel azokat, akik készülnek rá. A Városi Adventi Programsorozat szerdán folytatódik. December 6-án délután ismét a motoros Mikulás érkezik két keréken a Szentháromság térre.